drága Fit 24 nézőket, nem fogjátok elhinni, hogy én kit pillantottam meg itt a Vörösmarty téri karácsonyfa alatt, és ha jól látom, akkor Shifter Timi, azaz Sifi állott, aki a hazai kengúzás nagymestere. Oda megyünk hozzá, nem? Hát a Fit 24 mindenhol ott van. Gyertek, gyertek! Szia, Timi! Én vagyok a Mikulás, szia! Sziasztok! Kiszúrtunk messziről, nem zavarunk? Nem, dehogy is. Azt látom, hogy rajtad van a felszerelés, és ugye én mondtam, hogy a hazai kengúzás nagymestere vagy te, de mi történik most itt? Mesélj már! Hát igazából lenne egy kis produkció, de hát sehol nem találom a csapatomat, és hát itt a nagy karácsonyi forgatagban én azt gondolom, hogy eltűntek, de hát... Nem mondod! Lehet, hogy a Mikulásnak csettintenie kéne, és azt tudná szedni esetleg őket. Szeretik a lányok a csokit? Nagyon, hát persze, ki nem szereti, hogy... Na ennyi van nálam, van? Ebben mind csoki van. Ebben úgyhogy... még többet is tudnál összeszedni, mint a 7 darab kis krampuszomat. Én megpróbálom megkeresni őket, jó? Mennyi időm van rá? 10 perc. Oké, megyek. Addig nem mozdulj, idehozom őket. Oké. Na kérem szépen, akkor kengús csajokat szedünk össze most. Megpillantottam azt hiszem két kengus lányt, úgyhogy el is kapjuk őket gyorsan. Már nem úgy, sajnos. Hello! Szevasztok, én vagyok a Mikulás. Hello! Hello, Mikulás! Drága lányok, hát látom, egy picivel magasabbak vagytok, mint én. Ez feltűnt néhány centivel a cipőnek köszönhetően. Az van, hogy mi találkoztunk így a Fit 24 csapatával, Timivel. Akkor késtünk. Az az igazság, hogy azt hallottuk, hogy elkolbászolt az egész csapat. Igaz ez? Olyan sok szép dolog van itt, kicsit körbenéztünk. Jól tettétek, és a többiekről fogalmatok sincs. Mi, ők is szanaszét? Nem. Jó, figyeljetek. Azt mondta Timi, hogy szeretitek a csokit. Nagyon. Jól van. Na figyeljetek. Meg is szabad ennetek? Jó van, nem mondj semmit. Nem mondj semmit. Jó, azt mondja, hogy... Várjatok. Újni. Akkor az a kérésem, hölgyeim, hogy a karácsonyfánál találkozunk. Jó, addig megkeresem a többieket, oké? Okay? Hello! Sziasztok! Na, nyomozunk! Teljesen jól belerázottam már a kengus lányok keresésében. Nagy cipő, hosszú comb, ennyi, amit látnom kell, és látom is őket, jó van? Akkor azt mondja, kettő megvan, most még kettő, az már négy. Mit is mondott Timi, hányan vannak? Hatan? Sziasztok, kengusok! Kiszúrtalak benneteket, hello! Mit néztek éppen? Hát ezeket a nagyon gyönyörű kerámia virágokat csodáltuk itt a vásárban. Ezek igazi pasis dolgok, nem kell locsolni. Igen, vagy hogy inkább csajos, mi? Ja, jó, oké, rendben van. Hát nem tudtam nem észrevenni, hogy rajtatok is van kengucipő. Ez hétköznapi viselet. Minden nap így? Persze, igen. És mit tud egy ilyen kengucipő? Tehát, hogy ha mondjuk... Nagyon jót tesz a gerincnek és a tartásnak, érdemesebben járkálni. És futni is. Vagy ha magasan van egy ilyen porcelánvirág, akkor föl tudsz ugrani, megnézni. Pontosan. Jó, az van, hogy lebuktatok, mert én összefutottam a Timivel, és azt mondta, hogy rohadtul nincs meg a csapata, mert szélettetek itt jobbra-balra. Szegény Timi. Karácsonyi vásárban mit lehet csinálni? Persze. Jó, lányok, figyeljetek ide. Azt mondta, hogy nem lesz könnyű dolgom, hogy azt mondjam nektek, hogy menjetek oda a karácsonyfához, de könnyű dolgom van, mert van nálam csoki, ha adok. Mentek? Szeretjük a csoki. Jó, van, aranyosak vagytok. Oké. Na. Egészségetekre. Köszönjük. És akkor találkozunk a karácsonyfánál, jó? Okay. Ott? Igen, az a nagy karácsonyfa. Jó? Köszönjük. Hello. Na, már csak hányan vagytok összesen? Hatan? Azt hiszem hatan. Akkor már csak két kengus lányt kell megtalálnom. Sok sikert. Köszi. Thank you. You're welcome. Na kérem szépen, most, hogy megvolt a gyors selfie, biztos felkerülök a Facebookra. Hát, ez a Mikulás szakma, kérem szépen, de... Úgy látom, hogy a maradék két kengus lány is megvan. Ezek a csajok jól elmászkáltak, tényleg. Tehát, hogy én is ismerek egy-két lányt, akik, hogyha elkezdenek nézelődni, az nem 10 perc. Úgyhogy tényleg rájuk kell szólni. Na, az előbb még itt voltak. Ott vannak. Jó van, megvannak. Mit néznek? Azt mondja, hogy valami kézműves kenceficéket vagy finomságokat. Mindjárt. Hello, kengusok! Ja, szevasztok! Hol ragadtatok le? Hát itt a forradborzáknél. Bocsássatok meg, hogy így rácuppantatok, vagy megkívántátok az illatoktól? Fázunk. Hideg. De hát várjatok, ti, ugye, hogy fázhatnak a kengusok? Hát nem ugrabugráltok? Hát egy helyben állunk most, nem? Egyelőre most nem még ugrálunk. Várjuk a többieket. Hát. Nem, titeket várnak. Találkoztam Timivel. Minket? Komolyan? Igen. Hol vannak? Hát a karácsonyfánál. Karácsonyfánál. Nem oda volt megbeszélve eredetileg? Nem, azt mondták, hogy téren találkozzunk. Aha, ti meg elkóbászoltatok. Hát elhozzuk minket a forralt bor idáig. Na, azt mondta, hogy ha adok nektek csokit, akkor oda mentek a karácsonyfához, ez igaz? Hát, hogyha finom a csoki. Hát ma van forralt boros is szerintem. Annyi ízesítésbe lehet már kapni ezeket a csokikat, illetve dehogy lehet, a manók készítik. Ja, igen. De
ugye csak flip-flopi. Persze! Hát ti aztán biztos, hogy soha életetekben nem fogtok. Oké, azt mondja, várjátok, csak olyan nehéz megtalálni. Na! Azt mondja, egy diétás csoki ide, egy light oda. Na figyeljetek ide, én tényleg határidőre dolgozom, úgyhogy oda kéne menni a karácsonyfához, mert nagyon vár benneteket Timike, jó? Jó, okay. Rohanunk, szevasztok, hello. Jó van, én itt maradok, menjetek nyugodtan, én itt maradok a forradborosnál egy kicsit. De csak beszélgetni nem hiszem, mert anyám nem engedi. Drága Fit 24-esek, az az igazság, hogy összeszedtük a kengus lányokat, csak most ahogy látom, Timi nincs itt. Tehát, hogy nem értem, hogy még egy kört nem megyek. Sziasztok! Ja. Nagyon ügyesek vagytok. Hol van Timi? Most meg őt kell megkeresni. Eljön, sajnos. Jó, megvan Timi is. Ez az. Na Timikém, megvannak a csajok. Mindenki itt van. Jó, akkor annyit mondjál, légy szíves, hogy mire számítson az, aki most itt a Vörösmarty téren körbevesz bennünket, és néz. Hát mivel most már itt van a karácsony, és a Mikulás is előkerült, ezért hát itt szeretnénk kedveskedni egy kis bemutatóval, és ösztönözni mindenkit a sportolás örömére, és arra, hogy a megfelelő kalóriát, azt minél jobban át tudjuk égetni, tehát sportolásra és kenguzásra föl, és utána ehetjük a beglit, illetve ehetjük a forradbort. Jó, hát van, aki már láttam azért a többiek közé, már túl van ezen. Nem szóltam, nehogy is. Én mit tudom. Na jó, hát akkor, hölgyeim és uraim, egy kis kenguzásra invitálunk mindenki. Egy nagy tapsot kérnünk szépen a kengusoknak! Ez az! Én meg kussolok! Köszönöm szépen!
a megérdemelt csokoládinkat? Persze, de csak akkor, hogyha egy levegővel elénekeljük a finn himnuszt. Ezután. Vajon? Miért lányok? Na jó, csajok. Nagyon ügyesek voltatok, mindenki kap egy csokit, vagy szaloncukrot, jó? Egy nagy tapsot kérünk szépen a lányoknak! Bravo, bravo! Csak meg lesz. Jaj, de aranyok az aranyfulás. Csokika? Kis csokika lányok? Nem mi? Persze, csak óvatosan. Egy fotót a Mikulásra. Mikulásba! Egy gyors fotót csináljunk. Szuper! Jó!